Tisztelt képviselőtestület, április 9-én a kerület egészségügyi alapellátásában dolgozó orvosokkal, április 24-én a kerületi egyházvezetőkkel tartottunk találkozót. Ez már az évek óta megszokott tájékoztatása mögöttünk hagyott év költségvetéséről és az ez évi legfontosabb feladatokról, illetve a költségvetésben a területet érintő képviselőtestületi döntésekről szólt maga a megbeszélés, a tájékoztatás. Április 18-ától 22-ig már második alkalommal került megrendezésre a Kossuthi Fesztivál Húsvét Pesterzsébeten rendezvénye. Színes programokkal tarkított húsvéti vását nagy érdeklődés kísérte az itt élők és a hozzánk érkezők körében egyaránt. Ezekben a napokban szerzett személyes tapasztalatok, azok viszonylag vegyesek voltak, de inkább pozitívak. Egyértelmű, hogy sokan látogattak ki, jól érezték magukat azokon a programokon, amelyek megvalósultak. Ezeknek a programoknak a színvonala is mérhető módon változott a tavalyi évhoz képest, sőt új házak jelentek meg, amik szintén a szolgáltatás színvonalának emelését jelentették, de ezeken a házakon szükséges további javítások elvégzése, és hogyha a karácsonyi vását tovább kívánjuk fejleszteni, akkor nyilvánvaló, hogy ezeket az épületeket is be kell tudnunk szerezni nagyobb számban, és az eddigiekhez mindenféleképpen jobb minőségben. Úgyhogy reméljük, hogy ez így is lesz. Volt persze megjegyzés ezzel kapcsolatban, hogy közelednek a választások, hát még változás is lehet belőle természetesen, hadd biztosak itt mindenkit. Úgyhogy, hogy is fogalmazott az egyik idős hölgy, na, megint egy választási ciribúri, de mondtam neki, hogy ez húsvéti rendezvény, úgyhogy várhatóan lesz még erre alkalom az elkövetkezendő években is, amikor választások nincsenek, de húsvét az igen. Április 25-én a Pesóval és a Soroksár önkormányzatával közösen rendeztük meg a Sárkányőrő Szentgyörgy napi ünnepséget. A kiemelkedő munkát végző rendőrök idén Soroksári Táncsics Mihály Művelődési Házban vehették át kitüntetéseiket. Ezúton is gratulálok nekik. Közöttük kiemelten a kerület rendőrkapitányának, és ahogy azt itt a képviselők is megfogalmazták a testületi ülésen, és azóta is több fórumon elhangzott, kifejezetten sikeres esztendőt hagyott maga mögött a kerületi rendőrkapitányság állománya az ő vezetésével, úgyhogy köszönjük és még egyszer gratulálunk az ő kitüntetéséhez is. Számlánk egyenlege május 7-én, költségvetési számla az 1.582.085.000 forint, a bérlakás értékesítési számla egyenlege 336.992.000 forint, egyéb helyiség telekértékesítési számla egyenlege pedig 474.482.000 forint. Munkabér hitel és folyószámla hitelünk nincs. Folyamatban lévő közbeszerzésekről a következőket tudom önöknek itt elmondani, felolvasni. Vörösmarty piac burkolatjavítás közbeszerzése az folyamatban van. A közterületi zöldfelületi rekonstrukciók tárgyú közbeszerzési eljárás szintén. Az útfelújítási munkák 20. kerület Pesterzsébet közigazgatási területén a Pöltenberg utca, Török Flóris utca, Lázár út közötti, valamint a Királyhág utca felújítására vonatkozó szerződések aláírása szintén folyamatban van a Magic Trade Kft. Nyertes ajánlattevővel. A járda felújítási munkák
eljárásban a Ne felejts rezed a Lilium Kendekanót utca, a Valéria Albert hosszú köteles utca, az Ősz utca és a Köztársaság tér járdáinak felújítására vonatkozó szerződések aláírása folyamatban van a NATO Kft. Nyertes ajánlattevővel. A Csilli Művelődési Központ udvarának, illetve A és B épületének belső felújítása eljárásban, valamint az önkormányzat területén nagygéppel történő fűnyírás ellátása egyszerű beszerzési eljárásban a szerződések aláírásra kerültek. Itt a NATO Kft. Volt szintén nyertes. A Budapest 20. kerület Vágóhíd utca 38 szám alatt található bekerített játszótér felújításának tervezése és kivitelezése egyszerű beszerzési eljárásban a szerződés aláírásra került a Pannon Park Forest Kft. Nyertes ajánlattevővel. Szeretném önöket tájékoztatni egy jó hírról, ami nem régen érkezett. Halász Attila edző, a Benedek Kerek Általános Iskola testnevelő tanára köszönetét fejezi ki az önkormányzatnak azért a támogatásért, aminek segítségével tanítványai az áprilisban Dublinban zajló karate világkupán részt vettek és megmérettették magukat. 11 ország részvételével a közel 120 fős mezőnyben 19 versenyzővel képviselték Magyarországot, illetve Pesterzsébetet. Az összesítésben a második helyen végeztek, 10 arany, 7 ezüst és 8 bronzéremmel tértek haza.